hogyan kapcsolsz ki? Mi az, ami neked az igazi feltöltődés? Nagyon egyszerű. A kislányom. Most 6 éves a kislányom, szeptembertől iskolázunk. Az az igazság, hogy ez az egyfajta olyan dolog van, ami igazán ki tud kapcsolni. Illetve hát mondjuk a családi kör, mondjuk azt még így. Kis kert, nem enni, leülni, effektív nem csinálni semmit, csak játszani, játszani és játszani. Suliba vivés, az neked időben jó lesz majd az a hét utáni időszak, vagy akkor már piacon kéne lenned? Az az igazság, hogy még nem dolgoztam föl azt, hogy iskola az kicsit más, mert óvodába azért nagyon korán megyünk és be lehet vinni, hál' Istennek, mert hogy mindig azért nem jó, fél hat-hat óra felé kellünk minden nap. Hiába dolgozok én 1000 órát, akkor is akkor kellünk. Még ebben nem gondolkodtam, de úgy fogom alakítani az életemet, hogy ebben mindig ott legyen. Ha már szakma és összeegyeztetés, akkor neked mi az, ami ezen a pályán könnyen ment, és nagyon azonos volt az alkatoddal, a beállítottságoddal, és mi az, amivel a mai napig kicsit küzdesz? Melyik részei a munkádnak? Az, hogy mi az, amin tudok könnyen alkalmazkodni, azt mondom, hogy pont az alkalmazkodás kérdése. Nagyon könnyen kötök ismeretséget emberekkel, nagyon tudok alkalmazkodni, és nem félek soha a munkától. És mondjuk a monoton munkát is el tudom viselni egy darabig. De hogyha a negatív dolgot nézzük, akkor az egyhangúságot azt nem tudom elviselni, hogyha valami egységúvá válik. Nekem kell az a szabadság, az az idő, hogy kreáljak, alkossak, akkor tudok ezen alkotni. Hogyha be akarnak engem egy ilyen skatójába rakni, hogy csak is ezt lehet csinálni, azt nem tudom elviselni. A kritikai visszajelzést sokszor mondjátok ételmi körökben, hogy fontos. Fontos, mit mond a vendég, fontos látni az arcát, az elégedettségét, vagy akár a nem tetszését is meghallgatni, mert tanulhattok belőle. De milyen gyakran találkozok közvetlenül a vendégeiddel? Kijárós fajta vagy? Az az igazság, hogy most nem, nincs időm kimenni. Az a baj. Nagyon sokszor a fejemre vették, hogy miért nem tudok kimenni, de hát elég nagy létszámú és nagy forgalom az, milyen termünk. Nagyon fontos a fészerzés, ahogy te is mondtad, elég legfontosabb dolog, és ez pozitív vagy negatív értelmes mind a kettő. Nagyon sok kritikával találkozunk, hál' Istennek. Részben olyan jó a felszolgálók kapcsolata a vendéggel, hogy nyugodtan meg tudja mondani. Ha bármi gondja van életem szerint, természetesen kimegyek a vendéghez, vagy kérdése van, vagy olyan asztal van, akkor én kimegyek, ajánlok, én mondom, hogy mit szeretnének enni. Van olyan dolog, hogy azt mondom, hogy nem mondom meg, hogy mit esznek, és majd adok valamit, és akkor mondják el a véleményüket, de nagyon fontos, nekem is kell visszacsatolás. És ez nem csak nekem, hanem az összes többi konyhai dolgozónak. Mert tegyük fel, ha én éppen hátaszalok valamiért, és a vendég bejön, akkor ő találkozik vele először. Vagy hogyha a cukrász mert desszertet alkot, akkor nem lehet leírni ezt az arcot, amikor mondják neki, hogy nagyon finom volt a desszert. Akkor olyan pozitív energiát tud kapni az ember, ezért fontos mindenki számára, nem csak nekem. A ti szakmátok hasonlít a sportolóékhoz, olyan szempontból, hogy már valaki 40 éves korára, akár több évtizedes múlttal is rendelkezik, mert a tanulókorotokban ugye elkezdtek dolgozni. Meddig lehet ezt bírni, tervezni? Van-e bármilyen terv a fejedben? Rengeteg terv van a fejemben, de nem mondom el. Egyet? Akkor mondjuk, hogy inkább úgy fogalmaznék, hogy igen, ez egy olyan nem egy családcentrikus szakma, elég sok fizikai megterhelésére az embert, ezáltal tényleg hamar leamortizálnának az emberet, nevezzük így. Az én álmom vagy elképzelésem akár a jövőre nézve nagyon egyszerű. Szeretnék sokáig ezzel foglalkozni, és innen szempontból nem érdekel, hogy most a konyhán vagyok, vagy alapanyagkédésbe megyek el, vagy állatokat tenyésztek, akármi, csak maradjak ebben a dologban, és akkor én már boldog vagyok. És ha ez 50 évesen, 60 évesen, vagy akár 80 éves koromban, akkor 80 éves koromért csinálom. Köszönöm szépen!